A vírushelyzet a kisvállalkozásokat is ellehetetlenítette, hiszen ha nincsenek rendezvények, fesztiválok, nem tudják hol árulni portékájukat, és így nem lesz bevételük. Egy bátorszéki kistermelő elmondása szerint 15-20 rendezvénye maradt el az idén, és úgy néz ki, hogy az adventi időszakot sem vehetik biztosra. Emiatt az éves bevételének közel 60%-ától esik el. Nálunk ez úgy néz ki, hogy ugye 5 napot dolgozunk a kertben, ápoljuk a növényeket, termeljük, leszedjük, szüreteljük, majd földolgozzuk, és a hétvégén pedig eljárunk fesztiválokra, vagy kistermelői piacokra, ahol megpróbáljuk ezeket eladni. Na most ez az oldal az idén az úgy néz ki, hogy ez kimaradt. Hát nem fényes a helyzet, megmondjuk őszintén. De ez nem csak ránk jellemző, tehát ez ugyanúgy jellemző a zenészekre, a kistermelőkre, bárkire az országba. Nálunk sokkal nagyobb cégek vannak, sokkal nagyobb gondba. Nekik a 60-70-80%-os visszaesésük van ugye a külföldiek elmaradása miatt. Úgyhogy nem tudjuk, hogy egyáltalán mi lesz ebben az évben. Na, hát igazából túlélésre játszik mindenki. És nálunk mondom, sokkal nagyobb cégek vannak komolyabb dologban, akik soha életükben nem vettek föl hiteleket, és most a muszáj nekik, tehát 30-35 éve ezzel foglalkoznak, soha életükben nem volt hitel, az idén föl kell venni. Nálunk addig nyújtózkodunk, ameddig a takaró ér. Ha nem nyújtózkod, vagy nem ér ott tovább, akkor becsukjuk az ajtót és lehúzzuk a redőt. Aztán majd akkor kinyitunk, amikor már lesz bevétel. Ez jövőre se lesz jobb, szerintem. Tehát ez az egy év, ha teljesen elveszik az ember életében, a jövőre nem arról fog szólni, hogy mindenki azonnal költekezni fog. Én szerintem ez még egy 2 évig el fog húzódni simán. Tehát ha jövőre minden visszaáll a rendes kerékvágásba, és akkor is az embereknek legalább egy év kell, de egy másfél biztos, mire visszakerülnek oda, ahol voltak 2 évvel ezelőtt. Bárdos Viktor elmondta, hogy a vírus helyzet is nagyon visszavetette őket, de az idei szeszélyes időjárás sem áll a kistermelők mellett. Nem csak a vírussal van az idén a probléma, hanem sajnos olyan időjárást produkált ez az év, ami abszolút nem jellemző. Én emberemlékezet óta nem ismert, vagy nem tudok ilyen nyárról, ami ilyen hűvös volt, tehát nem egy paprika termesztő idő, abszolút, de beszélhetünk a paradicsomról, vagy az uborkára, bármire. Tehát én azt mondom, hogy a 80%-os visszaesés van ott is. Úgyhogy nagy komoly előrendelések voltak a szeptember-októberi szezonra, de valószínűleg még a saját igényeinket se tudjuk kielégíteni a kertből. Tehát ennyire szörnyű a helyzet. Úgyhogy ez a 2020, ez nem a mi évünk, szokták erre mondani, de hát ilyen a mezőgazdaság. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke is úgy gondolja, hogy a rendezvények elmaradása nagyon nagy kiesést jelent a vállalkozóknak, szolgáltatóknak. Vannak köztük olyanok, akiknek a megélhetésük is veszélybe került ezzel. Elsősorban, amikor keletkezett ez a járvány, a vendéglátás, turizmus, és hát így ez kapcsolódóan a rendezvényeknek a megrendezése is nehéz helyzetbe kerültek. Gyakorlatilag ma azt mondható, hogy rendezvény olyan megszűnt a megyében, a vállalkozók kisebb ilyen rendezvényeket tudnak tartani. Itt gondolok babazsúrokra, születésnapi rendezvényekre, de hát ez nem tudja pótolni a komolyabb rendezvényeket. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamarának is évente egyszer van egy nagyobb rendezvénye, ez az úgynevezett családi nap, amit minden évben augusztus utolsó vasárnapján szoktunk tartani. Ez sajnálatos módon szintén el kell hagynunk, mert nem tudjuk ezt az 500 fős határt betartani, mert itt sokkal több vállalkozó, illetve családtag jelenik meg, és azt nehezen képzelhető el, hogyha például idén várhatóan a Szálkán akartuk a tónál megtartani, kimegy a vállalkozó és a család, és azt mondjuk neki, hogy hát sajnálatos módon betelt a létszám, szíveskedjen hazamenni. Tehát ezt nem tudjuk felvállalni, inkább elhagyjuk. Tehát ez is bizonytalanságot okoz. De hát általában a rendezvények, ezek lehetnek zenés, meg egyéb rendezvények is elmaradnak, de nem csak nálunk a megyében, hanem az országban. Csomó vállalkozónak, illetve szolgáltatónak komoly kiesést jelent ez, a megélhetése veszélybe került, bár most úgy halljuk, hogy a kormány ennek megfelelően intézkedéseket akar tenni, támogatást akar nyújtani, tehát ez talán pótolni fogja egy részét a rendezvénynek. A további ilyen támogatás az adócsökkentések, járulékok csökkentése, de ha nincs bevétel, akkor sajnálatos módon az nem segít a vállalkozóknak.